Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr. Öngondoskodás és munkahelyteremtés. Ez a szlogenje annak a márciusban Békésben indult közfoglalkoztatási mintaprogramnak, amelyel kapcsolatban kérdezni szeretném önt, illetve a minisztert. Ebben a kezdeményezésben a tervek szerint közmunkások fognak háztáji gazdálkodásban sertés, tenyészteni és növényt termeszteni. Azt is tudjuk még a kiírásból, hogy 2 évig állami forrásból fog a program működni közmunkából, és 2017 márciusától várják, hogy ez majd önfenntartóvá váljon. De most azt látni kell, tisztelt államtitkár úr, hogy 1 milliárd forintnak az elköltéséről intézkednek önök, és ez a program Simonka Györgyhöz kötődik, arhoz a Simonka Györgyhöz, akinek a Dinnye karteles ügyeiről ugye sokat hallottunk ebben az országban. Én pluszban nára is jártam, ezt nem biztos, hogy tudja államtitkár úr, mert hogy ugyancsak sokan panaszkodtak a helyi Döbrögire. Na most tisztelt államtitkár úr, nekem elég erős kétségeim vannak afelől, hogy ez a program valóban arról fog szólni, hogy valódi és tartós megélhetést biztosítson a békési embereknek. Hiányolom a képzést, és hiányolom az előkészítését is a programnak. Ugye azt láthatjuk, hogy a Fidesz helyi Döbrögiken keresztül képzeli el a vidékfejlesztést, úgy is néz ki ez az ország. De most ebben a programban a közmunkásoknak saját maguknak kell gondoskodniuk a sertés hízdalására alkalmas orról, és én úgy látom, hogy szakmai segítségre nem igazán számíthatnak. Na most jelenleg még a jó felszerelt, nagyon hatékonyan működő sertés tartók is gondban vannak az alacsony átvételi árak miatt. Most összességében azt szeretném öntől megtudni, hogy mennyire adottak a feltételek ahhoz, hogy ez a mintaprogram ez sikeres legyen és hozza a várakozásokat. A másik, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy a sertéstartás mellett, hát mit ad Isten, dinnyét fognak termeszteni ezek a közmunkások. Mondjuk Simonka Györgyről tudjuk, hogy nagy dinnye szakértő, úgyhogy ezzel kapcsolatban azt nem értem egész pontosan, hogy a termékeknek az értékesítésében és a piacra juttatásában kik fognak segíteni a közmunkásoknak, az önkormányzatok, vajon, de hogyan, nem esik szó a programban erről, hogy ez pontosan hogyan fog zajlani a termékeknek az értékesítése. Emlékezzünk a Hegedű Zsuzsa féle program tapasztalataira, ha egyszerűen csak állatot, meg vetőmagot adunk az embereknek, abból nem lesz semmi, hogyan próbálják ezt a programot sikeresebben csinálni. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés, megadom a szót Pogácsás Tibor államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőasszony. Valóban a közmunkaprogram magasabb osztályvaló lépéséhez szükséges az, hogy a közmunkában résztvevők olyan termelésben, olyan munkafolyamatban is részt vegyenek, amely segíti őket ahhoz, hogy belátható időn belül önálló lábra állva, akár kistermelőként, akár mezőgazdasági vállalkozóként előrébb léphessenek. Ugye a közmunka program lényege az, hogy alapvetően azok, akik a munkaerőpiacon munkahelyet nem találnak, azok, akik képzettség vagy egyéb képesség, készség hiányában nem képesek a munkaerőpiacon elhelyezkedni, azok átmenetileg a közmunkaprogramban a megélhetéshez, jövedelemhez jussanak, illetve a folyamatos foglalkoztatással, illetve képzéssel lehetőségük legyen felkészülni arra, hogy visszakerüljenek a program a tartós munkaerőpiacra. A közfoglalkoztatás alapvetően nem háztáji jellegű gazdálkodás formájában valósul meg, mezőgazdasági foglalkoztatás esetén sem. Önkormányzatok, önkormányzati társulások, illetve önkormányzatok gazdasági társaságaink keretén belül. Ilyen járási programok jelenleg 1308 hátrányos helyzetű településen folynak. Az a cél, hogy olyan mezőgazdasági terméket állítsanak elő, amelyeket akár szociális programok keretén belül, akár a helyi intézményekben lehet felhasználni, illetve a felesleget értékesíteni. Valóban elindul Békés megyében egy közfoglalkoztatási program, melynek célja az, hogy egy olyan újszerű gazdaságilag is fenntartható gazdálkodási formát indítson el, amely a közmunkásoknak a továbblépést lehetőségét is megadja. A programban önkormányzatok vesznek részt, vállalják a szociális szövetkezetek felállítását, a közfoglalkoztatottak pedig vállalják, hogy ezekben a szociális szövetkezetekben tagok lesznek. Így reményeink szerint 2016-tól már önálló gazdasági tényezőként képesek ezek a szociális szövetkezetek működni. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót Szél Bernadett képviselőhöz. Képviselő úr, forgatókönyvemben nem rögzítették, de természetesen öné a szó. Parancsoljon. Ebből megélhetés.
Tehát mi lesz 2017 után? Mert azt mondják, hogy önök munkahelyeket teremtenek és nem segélyt adnak, de hát ezek az emberek kapnak disznót, meg dinnyét, hogy egyenek. Ez mi az, hogy nem segély? Hogy lesz ebből megélhetés? Mit fognak csinálni? Egy pályázati rendszerben vissza kell fizetni, ha valaki nem tudja teljesíteni. 17 után, ha nem tudják fenntartani az állományukat, mi lesz? Lesz érte? Vissza kell adniuk a disznót? Vagy a dinnyét azután beszedik tőlük? Vagy hogy lesz ebből biztosított lesz, hogy munkaerőpiaci? Mi lesz a versenytársakkal, akik most nem kapnak közmunkás bért hozzá, mert nem kapnak semmit, hanem rendes piaci körülmények között kell termelniük, és ugyanarról a helyről kell esetleg elszállítani a disznójukat. Velük mi lesz? Hogy lesz ez működőképes? Erre vártunk volna választ, mert annak nem látjuk a biztosítottságát, hogy ez valóban elsődleges munkaerőpiaci visszatérés fog jelenteni, és ezek az emberek majd egyéni vállalkozóként és gazdálkodóként fogják gyarapítani a magyar gazdálkodóknak a táborát. Ameddig lesz pénz, meg ajándék disznó addig. Lesz munka, utána meg nem lesz. Ez a gond. És 1 milliárd forintot ennél hasznosabban fel lehet használni munkaerőpiacon, szerintünk. Erre vártuk volna választ államtitkár úrtól. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, viszont válasz illeti meg Pogácsás Tibor államtitkár urat, parancsoljon államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr. Ahogy elmondtam, tehát a közmunkaprogram egy átmeneti lehetőség a foglalkoztatásban azoknak az embereknek a számára, akik az elsődleges munkaerőpiacon nem találnak helyet. Az tény, hogy egyszerre ezeket az embereket visszavezetni a munka világába nem lehet, vagy nagyon nehéz. Az a program, amely most elindul, az önkormányzatok segítségével, egyébként a kérdés első részében feltett képzésre már előzetesen a TÁMO programokon keresztül volt lehetőség, tehát az a önkormányzatok segítségével létrejövő szociális szövetkezetek teremtik meg annak az esélyét, hogy ezek a szociális szövetkezetek életképes, saját erőből fennmaradni képes gazdasági szereplői legyenek majd a mezőgazdaságnak. Az, hogy ez milyen mértékben sikerül, nyilván alapvetően attól függ, hogy a szociális szövetkezetet létrehozó önkormányzatok mennyire tudják segíteni ennek a szociális szövetkezetnek a működését, és természetesen a szociális szövetkezetbe tagságot vállaló közmunkások szorgalmától és rátermettségétől is függ. Köszönöm szépen!